Íróasztalon, széken, szőnyegen kiteregetve a megőrzött múlt emlékei. A fiatal írók találkozójának előkészületei, jegyzetek, naplóbeírások, számlák, levelek, fotók, hangszalvok. Az egykori cserépkányha helyén pedig irattartók az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárából kapott ünnepi jelentések. Ez utóbbiakat most nem bolygatom, mert erősen hiányos, és csak akkor lesz teljes, ha a megbízók, a felhasználók, a zsarnoki rendszert működtetők névsorát is irattartóba rendezhetjük. A múlt nincs magától. Ismételgetem évtizedek óta ígyést, de ez a mondat most csak az aggodalmat növeli bennem, vajon ezek a följegyzések alkalmasak-e megidézni a korhangulatot, a tilalom és a tűrés határát sértő, átlépő szándékunkat, lehetőségünket. Mivel tudom kiegészíteni a lakitelepi szobámat eltakaró papírokat, dokumentumokat? Három arc 1979-ből. Csóri Sándor arca, hamu nélküli Parázs, Ijjés Gyuláé, a bíbor alkony tenője, Ördög Szilveszter arcán pedig finom bronzréteg rejtette a belső tusakodást és a bátorságot egyaránt. Nélkülük nem lett volna találkozója lakitereken a fiatal íróknak. Ezt a találkozót a KISZ könyv és ifjúság rendezvény sorozatához kapcsolva már 1977 második felében elterveztük. Az 1978 májusára részben előkészített tanácskozás elmaradt, ám a kudarc nem csak bennünket edzett, de a KISZ Bács-Kiskun megyei bizottsága részéről Komáromi Attiláék, a minisztériumban Bíró Zoltánék, az Írószövetségben pedig Fábián Zoltánék támogatása is erős maradt. Mindenek előtt Csóri Sándornak köszönhető a fiatal írók találkozó. Annak a Csóri Sándornak, aki nem csak stílus és nemzeti elkötelezettség, de erkölcs és politika dolgában nekem is szellemi iránytű volt. Azt a mutatót pedig semmiféle mágneses erőtér megzavarni nem volt képes. Az időtájt többször is találkoztunk. Csórinak mindig volt ideje, türelme, hogy meghallgasson, bizalmával megajándékozzon pedig életét, egészségét, a szellem erejével, konspirációkkal képviselt drámai ügyek erősen próbára tették. Fenyegetően alattomos támadások zaklatták. A találkozót megelőző télen egy alkalommal a Keleti Károly utcától a külvárosi villamoson, metrón és autóbuszon beszélhettük végig az utat, és aztán hajnalig várakoztam a nyugati pályaudvaron a kecskeméti személyvonatra, de azzal a jókedvű nyugalommal, hogy így és újra igent mondott, eljön hozzánk lakitelekre. Csóri Sándor közvetített, ő adott hitelt meghívásunknak. A találkozót megelőzően volt egy sorsdöntő pillanat is. 1979 áprilisában az Írószövetség elnökének Dobozi Imrének szobájába jött. Jegyzeteim szerint Dobozi Imrén kívül ott volt Fábián Zoltán, Garangvölgyi Károlyné, Csák Gyula, Agárdi Péter, Svéd Pál, Ördög Szilveszter. Ördög Szilveszter, a fiatal írók József Attila körének vezetője, részletes beszámolót készített a találkozó előkészületeiről, de már a monológ kezdetén Dobozi Imre megakasztotta. Mi is lesz a témája? Önismeret? Igen, a nemzeti önismeret, erősítette föl a címet Ördög Szilveszter. Nemzeti önismeret? Fog ez menni? Nem inkább szocialista önismeret? Súlyos csönd volt. Ma sem tudom, honnan vettem a bátorságot, talán a jóisten súgott, mert megszólaltam. De így és Gyula ezt a címet. Beszéljünk a nemzeti önismeretről, a nemzettudatról, a korszerű nemzeti önismeretről. A csönd még súlyosabb lett. Dobozi csodálkozva felé fordult. Gyula ezt mondta? Igen, így és Gyula ragaszkodik ehhez a címhez,
vita a korszerű nemzeti önismeretről. Erről akar beszélni. Újra csönd volt. Mintha ez a csönd a további részleteket szétnyomta volna. Aztán Dobozi hirtelen másra terelte a szót, kérdezte, hogy milyen segítségre van még szükség, kiket hívtuk meg. Ördög Szilveszterre pillantottam, arca meg sem rezdült. Egyedül ő sejtette, vagy tudta, hogy nem mondok igazat a találkozó címéről. Napokig tartottam attól, hogy kitudódik az igazság. Volt olyan éjszaka, amikor kocsi zajra riadtam, és azt hittem, hogy rendőrök jönnek értem. Később íjésnek mindezt elmondtam, aki csak derűsen mosolygott. Ördög Szilveszterre is máig tisztelettel gondolok. Nem csak azért, mert nem próbált meg leleplezni, nem kötekedett, de hozzáállása munkája nélkül nem lett volna találkozója a fiatal íróknak lakitelegen. És még hány embert, írót, jóbarátot, személyes kockázatot vállaló hivatalnokot kellene említenem. Sokan azzal támogattak bennünket, hogy nem támadtak. Azzal segítettek, hogy nem ártottak. Amikor azt leírom, érzem, hogy mai környezetemben többen talán túlzásnak tartják ez utóbbi mondatokat. Őket így és Gyula egy ma is érvényes gondolatára emlékeztetem. A magyarságnak nincs annyi kincse, hogy vakon, engedve minden indulatnak, eltalálja. Nézzük meg jól, mit ejtünk a talp alá. Ha biztosítékunk van arra, hogy ez az érték azután a mi, a szabad magyarság értéke lesz. Tartsuk meg okvetlenül magunknak. Ne gyújtsuk fel a malmot, amely holnap nekünk őről, csak azért, mert hitetek szerint tegnap másnak is őrölt. Megnéztük-e, hogy az elmúlt két évtizedben mit ejtettünk a talp alá? Mi az, amit a talposok kapostak? Mi az, ami múzeumban, irattárban, kiállító teremben, vagy éppen a szemétdombra való? Megnéztük-e, mi az az érték, amit a jövendő érdekében meg kell tartanunk? A malomra pedig ügyeljünk, nehogy azt is elkülönjük.